Sziasztok, kedves nézőim, én Jonesz vagyok. Köszöntelek titeket ma is itt a Jonesz Painter csatornán. Nemrég lehetőséget kaptam, hogy a Contrast Phase műhelyében leforgassak nektek néhány nagyon szuper minifestős videót. Átverekedtem magam a háborúk és a csatározások borzalmain, és fedezékbe vonultam hátul a kis műhely részben, hogy leforgassam nektek ezt a néhány nagyon érdekes videót. Az előző videómban megmutattam nektek, hogy hogyan viselkedett egymás mellé állítva a zöld színű Vallejo Express Color Citadel Contrast és az Army Painter Speed Paint. Megvizsgáltuk ezeknek a különböző tulajdonságait, megvizsgáltuk, hogy milyen velük dolgozni, milyen hatásokat lehet velük elérni. Most a mai videóban ugyanezt fogom csinálni, csak egy másik színnel. Vöröset fogok használni, ugyanennek a három gyártónak. Hasonló színű vörös festékeit fogom egymás mellé állítani. Ezzel a videósorozattal az a célom, hogy segítsek nektek egy picit közelebbről megismerni, egy picit közelebbről megvizsgálni ezeket a festékeket, és ha valamilyen hasonló technikához, például vörös színű festéket keresel, akkor esetleg ez a videó segíthet neked abban, hogy kiválaszd a neked leginkább tetszőt, és tud majd egy kis támpontot adni. Ha szereted az ilyen videókat, akkor kérlek szépen, hogy csekkold a YouTube-on a Jonesz Painter csatornámat. Rengeteg mini festős és egyéb mindenféle festős alkotós tartalmat találhatsz, illetve megtalálsz a TikTokon is, ahol a mini festős tartalmaimmal és a figura festéseimmel találkozhatsz. Most pedig megyek és munkához, látok, tartsatok vele! Na lássunk is munkához. Ezeket a figurákat most feketére alapoztam és fehérrel szárazra cseteltem, hasonlóan, mintha slapchop technikát használnék. Most így fogjuk használni a festékeket, és meglátjuk, hogy külön-külön hogy viselkednek. Kezdem a munkát az Army Painter Speed Paint-tel, a Blood Red nevű festéket használom, és tetőtől talpig befestem vele ezt az űrgárdistát. Ez a festék hasonlóan a többi Army Painter Speed Paint-hez nagyon híg és nagyon könnyen terül, szinte pillanatok alatt be lehet vele festeni az egész figurát. Nagyon könnyű és nagyon gyorsan lehet vele dolgozni. Szépen elterül a felületen és nagyon szépen beül a mélyebb részekbe is. Nagyon szépen árnyalja saját magát. Ehhez most hozzájárul az is, hogy száraz ecseteléssel készítettem el a világos alapszint a festéshez. De ez ne tévesszem meg senkit, mert a festék tulajdonságai így gyönyörű szépen meg fognak majd mutatkozni. Teljesen befestettem vele a figurát, most félreteszem, megvárjuk, hogy megszáradjon. Addig is hozzányúlunk a következő festékhez, ami ez a Vallejo Express Color lesz. Szintén egy száraz ecsetelt űrgárdistát fogok használni, és tetőtől talpig figurát befestem vele. Hasonlóan az előzőhöz, az állagát tekintve ez a festék is igencsak híg, nagyon könnyen terül, nagyon könnyű vele dolgozni, szinte csak úgy szalad az ecsetem a felületen. És már most látszik, hogy ez mintha egy kicsit erősebben befedné a felületet, kezd az egész figura nagyon-nagyon vörös lenni. De elsőre nem ítélkezek, megvárjuk, hogy megszáradjon, és majd a végén meg fogjuk nézni együtt a végeredményt. Tovább megyek, és a Citadel Colorból a Blood Angels Redet fogom használni. Ez a festék hasonlóan a többi Citadel Contrast festékhez egy kicsit sűrűbb állagú, nem folyik, nem olyan híg, mint a Vallejo Express Color, vagy főleg az Army Painter Speed Paint volt, viszont ennek ellenére nagyon szépen elterül a felületen, nagyon könnyen el lehet dolgozni, és kifejezetten jó vele festeni. Ezzel is pillanatok alatt be lehet festeni az egész figurát, és ezen is látszik már most festés közben, hogy nagyon szépen beül a mélyebb részekbe, és nagyon szépen árnyalja magát. A legutóbbi videómban, amikor a zöld színű Citadel kontrasztot használtam, felróttam, hogy a simább kiemelkedő felületeken, mintha egy kicsit többet kéne maszatolni az ecsettel, hogy rendesen befedje a festék. Nos, ebben az esetben itt abszolút nincs erre semmi panaszom, egy-két ecset vonás után gyönyörű szépen elfed minden felületet. Félreteszem őt is, megvárjuk, hogy megszáradjon.
Itt láthatjuk most az Army Painter Speed Paint-tel a Blood Red-del befestett űrgárdistát. Igen, csak szemegyönyörködtető lett a végeredmény, ami azt illeti, ez a festék az előző videóban a zöldet használtam, és hát felróttam neki, hogy szinte egy teljesen egyöntetű zöld felületet kaptam. Nos, most itt a vörös színű festék esetében ez nincs így, ugyanis ha megnézitek a figurának az éleit, illetve az aprócska kis részleteit, csodálatosan kiemeli, nagyon szépen látható minden egyes apró részlet, például az övcsatja, vagy a mellkasán az akvila, a backpackjén például nagyon szépen láthatók az apró részletek. Ez a festék, ez itt most nagyon szépen működött, és valami szemegyönyörködtető lett a végeredmény. Nézzük meg most a Vallejo Express Color-t. Hát, itt talán egy picit túlságosan sok fedés, és talán egy picit túlságosan is sok a pigment ebben a festékben, vagy nem is tudom, hogy hova tegyem ezt a dolgot, mert itt annyira nem látszanak a részletek, itt annyira nem látszik, hogy a mélyebb részekben árnyalta, sédelte volna ez a festék saját magát. Most itt három festék közül talán ő lesz az, akire azt mondom, hogy mintha csak szinte egy egyöntetű vörös felületet képezett volna. Néhol, például a lábain, illetve hát talán a karján és a könyökén látható egy-két helyen, hogy itt is születtek azért árnyalatok azáltal, hogy beült a festék a mélyebb részekbe, de nem sok. A többihez képest ez a festék sokkal inkább egy egyöntetű, szép vörös felületet képez. És a sor végén következzen a Citadel Contrast, a Blood Angels Red. Nos, ezen is lehet látni, hogy nagyon-nagyon szép árnyalatok születtek. Ez a festék is beült szépen a mélyebb részekbe, viszont egy kicsit a világosabb részeket is szerintem túlságosan befette, mert fehér száraz ecsetelésemnek a nyoma csak nagyon-nagyon kevés helyen, csak nagyon-nagyon elvétve látszik olyan erősen az a festék alatt, mint például az Army Painter Speed Paint-nél. Viszont ennek a festéknek a hatása is nagyon szépen látható, ahogy gyönyörű szépen árnyalta és sédelte magát. A mélyebb részekben nagyon szépen beült, gyönyörű szép árnyékokat képezett ott, ahol azt elvártuk tőle. Viszont a világosabb részeket is szerintem egy icipicit túlságosan elfette. Ennek ellenére jó volt vele dolgozni, és ez a festék is remekül viselkedik. Tehát, ha esetleg valaki ilyen hatást szeretne elérni, ez a festék is remek választás. Összességében a vörös festékekkel kapcsolatban azt mondanám, hogy talán az Army Painter Speed Paint volt a Blood Red, ami a legszebben visszaadta a részleteket, de ez nem jelenti azt, hogy a másik kettő sem lenne nagyon szuper festék. Aki szeretné ezeket kipróbálni, válassza ki ezek közül a leginkább nekivalót. Nagyon szépen köszönöm, hogy most is itt voltatok, ahogy említettem, szeretnék nektek segíteni ezzel a videóval abban, hogy megtaláljátok és könnyedén kiválaszthassátok azt a vörös színű festéket, amit például slapchop technikához, vagy egyszerűen csak a hasonló technikájú festésekhez szeretnétek használni. A következő videóm szintén ilyen lesz. Az előzőben a zöldet használtam, most a vöröset, a következőben pedig kék színnel fogok dolgozni. Tartsatok velem legközelebb is, nagyon király tartalom lesz. Sziasztok!